szívhez szóló gondolatokkal köszöntötte, s egyben búcsúztatta a székesfehérvári középiskolák búcsúzó diákjait Cserpalkovics András polgármester a Városház téren megtartott központi ballagáson. Idén 18 intézmény 86 osztályának 1856 diákja búcsúzott középfokú tanulmányai befejezésével iskolájától. A városvezető kifejtette, az elmúlt két év után, amikor a koronavírus járvány miatt nem lehetett megtartani a város hagyományos ballagását, idén újra találkozhattak a végzősök, és megerősítette, a város eddig és ezután is bízhat abban, hogy a közösségek később egy új magját adhatják Székesfehérvárnak. Bízom abban is, hogy megtaláltátok azt a hivatást, azt a jövőképet, amiben majd a boldogságotokat lelitek meg. Hiszen az életünk nagy része, az miközben tanulunk, majd az lesz, hogy dolgoztok. És nagyon nem mindegy, hogy milyen munkát végeztek. Én azt kívánom, hogy találjátok meg azt a munkát, azt a hivatást, amit örömmel tesztek és örömmel visztek évtizedeken keresztül. Hiszen ez élményt fog nektek adni, nem csak anyagi biztonságot, hanem élményt is, és talán olyan tudást, amivért érdemes volt az elmúlt években tanulni. Hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színházban köszöntötték a Tánc Világnapját, az Alba Régia Tánc Együttes és az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Az ünnepi esten Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika és Molnár Gábor koreográfiáit mutatták be a Galiba zenekar kíséretében, kicsik és nagyok. A táncosok pedig ezen a felejthetetlen estén ismét hitet tettek amellett, hogy a népi kultúra ma is a lélekből fakad, és mindenkit meg tud szólítani. Az ünnepen Botos József, a Tánc Együttes legendás művészeti vezetője vehette át a Pesovár Ernő díjat, amely az európai hírű tánctörténet és néprajz kutató emlékét őrzi. Ez a díj attól különleges nekem is, hogy hát a este tanárom, példaképpen mesterem volt és a végül barátom lett. Nagyon sokat köszönhet az együttesnek, a 70-es évek indulásánál, amikor én kezdtem az együttes vezetését átvenni. Sokat segített, és olyan új szellemiséget mutatott be nekem a koreografálás kapcsán, amit én azóta is követek. Zarándoklaton imádkoztak a hívek a békért a bodajki kegyhelyen. Spányi Antal megyés püspök szentmisére várta a zarándokokat a kegyhely szabadtéri oltáránál. Az istentiszteletet követően szentségimádást tartottak, majd közös imában fordultak a bodajki mindenkor segítő szűzanyához a békért. A zarándoklat keresztútjárással zárult a Kálvária dombon. A béke Istennek egy nagy ajándéka, ami mindig érték, de amikor minden nap a miénk, vagy úgy érezzük, hogy valamennyit birtokolunk belőle, akkor az természetesnek tűnik, amikor egy ilyen extrém helyzetbe kerülünk, akkor döbben rá az ember igazán, hogy valójában milyen nagy dolog igazán a béke, Istennek ez az ajándéka. A méhek napját 1994 óta köszöntik április 30-án a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére. A méhésztársadalom célja, hogy megismertesse, megszerettesse a mézet, a méhészkedést, és felhívja a figyelmet a kicsi beporzók óriási szerepére az élővilágban, az egészséges életmódban és az élelmiszerellátásban. Az ünnepen nyílt napot tartottak a székesfehérvári apiterápiás házban, ahol számos izgalmas és hasznos előadáson, bemutatón vehettek részt az érdeklődők. Találkozón a Szent István mézlovagrend meghívására megjelent Körmendi Rácz János, a Magyar Apiterápiás Társaság elnöke is. Szeretnénk megismertetni az emberekkel az apiterápiás háznak a lényegét, a tudását, és hát ugye április 30-a a méhek napja, és hát nálunk minden nap méhes nap, úgyhogy igazából nagyon nagy szeretettel fogadjuk azokat az embereket, akik érdeklődnek ezután a gyógyítási forma iránt, és a magát a gyógyítást, és a méheknek az életét, és mindent, ami ezzel kapcsolatos, szeretnénk megmutatni. Édesanya, Kosztolányi a legszebb 12 magyar szó között első helyre állította, mert tudta, édesanyának, Máriának lenni 24 órás feladat. Napi 24 óra jut teljes életükben. Hajnalban kell elindulniuk, hogy másnapra, Pérkadatra megérkezzenek. Mikor ezt leírom, csak ákombákom, ha mondom, dadogással kevert szóképtár. Ha képekkel rendelem össze, azt talán mutat valamit, de bizony túlcsordul a szívünk ebbe az egyetlen napba sűrített keszekusza gondolatsorba is. Mert valljuk meg, Máriáink csak ezen a napon magasztosulnak fel. Ez időtájt az emberfia virágot vásárol, többnyire stílusában egyedít, hogy aztán szemlesütve, a könycsatornákat megnyitva, kéz közelben, szem közelben adja át.
bár az édesanyák többsége tudja, mi történt azelőtt, és mi történik azután. Életük örök, nincs mérőszám megállapítani, mennyit ér, de talán nem is kell. Az anyák napja, bármennyire is más időpontban ünneplik, világszerte a közvetlen mozdulatok seregnyi találkozási pontjainak összessége. Voltak éppen nem kell hozzá más, mint megtisztelni az életadót, s nem kell több, mint az összefonódást tiszteletben tartani. Történhet mindez tanyán, kicsiny faluban, kisvárosban, metropoliszban, a globusz bármely pontján. Egy valami azonban elengedhetetlen. Hátrányt szenved az, aki nem így tesz az esztendő további 364 napján is. Ne feledjük, vagy tanuljuk meg újra. Aki nem tud szeretni, az hiába keresi a kulcsot, amellyel belülről magára zárta az ajtót.